Egy falat kenyér és egy csipetnyi szó. Bétót László műsora. Köszöntöm a kedves nézőt! Mai vendégem Charlie. Szia! Szervusz, Rajonocikám! Horváth Károly, de ezt azt hiszem, te nem nagyon szoktad használni, legfeljebb úgy, hogy Horváth Charlie, de mikor szólítottak téged utoljára Horváth Karcsinak, vagy Horváth Károlynak? Hát most például a Retro Rádióból hívott fel egy hölgy, mert dolgunk volt bizonyos dolgok kapcsán, és Horváth Károlyt keresem, mondta, elnézést, drága hölgyel, Horváth Charlie vagyok. Nem akarom hát tulajdonképpen ezt az egész dolgot megmagyarázni. A Somló Tomi, aki a pattársam volt gyerekkoromtól, és az utolsó 10 év, az nagyon összekötött bennünket. Hát az hívott engem Károlynak, tőle elfogadtam. De egyébként idegbajos lenni, hogyha valaki... Anyukám, amikor olyan olimpia idők voltak, akkor még az édesapám nem hitt bennem. Mondta, hogy itt dudáltok, meg trombitálsz, meg menjetek ki az erdőbe trombitálni. Anyukám az megvédett mindig. És amikor Karcsinak szólított apám, és akkor már egy picit befutottam, egy nagyon picit. Mondta, hogy Kari, mert őt úgy hívta Kari. Kari, ő nem Karesz, hanem ő Charlie. Hát igen, ez egy érdekes dolog, meg az egész pályád meglehetősen érdekes, hiszen balettáncosként szerettél volna a világban megnyilvánulni, és a balettintézetbe jártál, többek között Markó Ivánnal egy osztályban. Egy osztályban, az első osztályban jártam csak velem, utána kiderült, hogy ő borzasztó tehetséges, és azt hiszem, hogy harmadikban, negyedikben léptették egyből. Uh-huh. De ez is milyen érdekes, mert Markó Ivánról beszélünk, ugye tegnap voltam a töltésén, hogy ezt nem tudtam pontosan, hogy az Ivánkát harmadik felvételi vizsgán vették fel. Azért mondom, hogy amikor elmegy valaki az X-faktorba, próbálja meg még kétszer, hát ha sikerül. Igen, de hát azért ez nem X-faktor, az a tehetség ott volt Ivánban. Hát, és a te pályád, a te baletti pályád az miért és mikor ért véget? Nagyon rég volt. Azt hiszem, hogy a negyedik évfolyam volt az, amikor kollégista voltam, a rakparton, a Gellért Hotel mellett volt egy ilyen, nővérkéknek volt ez a, isteni nővéreknek volt ez a, vagy apácáknak volt a lakhelyük, és akkor, amikor beindult a balettintézet, ugye hát, akkor én nem tudom, hogy hányadik voltam a sorba, amikor felvettek, én kollégista voltam, és az volt a balettintézet, az artista képzések, és a konzisoknak a kollégiumban. Vidéki gyerekek, én pesti voltam ugyan, de elég szegényes körülmények között éltünk, mondhatnám akkor úgy, hogy én még laktam a Dezsőfi utcában, Markó Ivánéknál is, a cselédszobába, és mindig együtt mentünk az Ivánkával. És aztán véget ért, mi miatt elment a kedved tőle? Ez volt a kérdésem, drága szívem. Igen, a kollégiuma egyik napról a másikra, mandulámmal volt állandóan, tűzös mandulám volt, vagy valami ilyesmi. Én sokat betegeskedtem, és betegszobába bekerültem, és amikor betegszobába reggel fölébredtem, akkor dupla volt a kezem, dupla volt a fejem, dupla volt minden. Ilyen krónikus vesemedence gyulladásom volt, és több mint fél évig voltam a kórházban. És kinőttem, nagy szerencsével ezt a dolgot, de
Én azért olyan tehetséges nem voltam. Értem. Én belőlem, miért tett fel, vagy még mondták neked, hogy... Mondta az asszalos Karcsi bácsi, meg a Kálmenetek, aki imádta anyámat meg, hogy én az évfolyam vesztes is voltam, októberben születtem, hogy újból kellene ismételnem ugyanazt az osztályt. Igen. Úgyhogy, mivel ott volt zongora, meg szolfé, és Ádám Éva néni beszélt anyukámmal, és mondta, hogy tehetséges a fiú, nagyon jó szolfésból, és ügyes, a Bartók Mikrokozmosz, jól függetlenít zenei pálya. De akkor én már kezdtem trombitálni. És volt a gimnáziumban egy rockzenekar is már, amit te alapítottál meg. Hát az később volt. Az később volt? Az később volt. Hát balettintézetben már járkálgattam a dugóhoz, volt egy ilyen zenekar, hogy Nebuló zenekar. Volt bizony. Igen, és ott nagyon komoly, tehát hogy a szakma ismeri ezeket az embereket, a dugó ugye, Freyrész Karcsival, meg a Hámos Mikivel kiment Németországba, és a dugóként is maradt. Tőle tanultam trombitálni, szegény Tomikával kimentünk Louis Armstrongra, hát borzasztó hangosítás volt. Népstadionban, igen, hihetetlen. De én imádtam ezt a jazzes, akármilyen világot, aztán jött, ugye nyilvánvaló, jött a Beatles, jött minden, és akkor faragták a gyerekek a gitárokat, és rengeteg zenekar alakult. Hát volt egy Dekka is, igen, annak, igen, idén. A Dekka pedig megszűnt, de nem tudni, hogy miért nem lehetett Dekka névvel. Az akkori Dekka lemezkiadó miatt nem lehetett Dekka, vagy igen, más? Igen, azóta is megvan, majd rendszereznem kell ezeket a dolgokat. Aranyos papírt kaptunk, ugyanis mi kitaláltuk azt, hogy hát minden zenekar, meg hát a szegény tehetséges zenekarok, ugye bűvöltünk, ládákat csináltunk, voltak ilyen elektromos pacsák, akik erősítőket gyártottak, még az Omegának is az Ergyafon, Vox mintára, aztán tulajdonképpen hát ilyen kis fiatal gyerekek okoskodtunk, hogy volt egy barátunk, már elfelejtettem, aki mindig gépelte nekünk az angol szövegeket, egy bizonyos idő után, mert fonetikusan írtuk az elején, de jó volt, mert jó hallásunk volt, jó volt leírva fonetikusan az angol szöveg. Ő is azt hiszem buliből benne volt, Molnár Gyuli volt ugye a Dekkába, és azt hiszem ott kitaláltuk, hogy írjunk a Dekka hanglemez cégnek. Voltak ilyen Dekka kislemezeink. Ó, persze, hát meg nagy lemezek is voltak. Igen, persze. Igen, és a Dekka az egy komoly kiadó volt. Igen, igen, és akkor írtunk nekik, és visszajött egy aranyos levél, hogy nagyon szeretnék, hogyha erről a névről azonnal lemondanának meg. Úgyhogy hát így lettünk olimpia, így lettünk olimpia. Ebből lett az olimpia. Kik voltak az olimpiában, kikre emlékszel? Hát az olimpia zenekar tulajdonképpen Dekkából alakult, Molnár Gyurit nyáron elvitte az Omega tőlem, az Omega gitárosa jött, a Kovacsics jött. Kovacsics jött, igen. Jött, egy cserebere volt. Én nagyon boldog voltam, hogy rendkívül jó ember volt, és ott rendbe tartotta felszerelést. Ó, bizony, egy mai napig is egy nagyon kedves ember. És egy kultúrember. Aztán volt a Picike, a Szent Györgyi Andis, aki most kint van Torontóban, rendkívüli dobos. Aztán ki volt még? Szabó Misi. Egy ideig volt a Winkelmayer, Pubi, ő is diszidált Németországban. És Zdroba Dani, basszusgitározott, pozzanozott, nálunk volt, megszólaltak ilyen fúvós dolgok is, már abban az időben. Jó kis zenekar volt. Egy pici változás volt időnként, mert volt ez a diszidálási korszak, amikor Jugoszláviából hazajöttünk, és akkor a Szabó Misit elvitte egy nagyon komoly zenekar Svájcba, kint is maradt, és akkor elkezdtem gondolni, és volt a Szentrődi Zsolt, a kis Albino, ő sincs már szegény, rendkívüli gitáros volt.
szerintem a legjobb gitáros az időtájt, és akkor úgy magamra maradtam, tudod, hogy most mit csináljak, és akkor lett Póka Egon, uh-huh. Mogyorósi Lacika, Vadölő, és akkor a Vadölő kiszállt, akkor a Pici visszajött visszakönyörögte magát a Radics Bélától, azt mondja, borzasztó rossz zenekar, hadd jöjjek vissza, és akkor kimentünk Jugoszláviába egy évre. És mikor mentetek Afrikába? Mert Afrikába is ment voltál két teljes éven keresztül. A Konga az onnan van. Ennek vége lett, aha. 1969 lehetett az évjárat, amikor is kimentem az Ifjúsági Parkba, akkor még volt úgy zenekarunk, és a Száz Gabi az Interkoncerton odajött hozzám, azt mondja, te Charlie, azt mondja, itt már mindenki próbálkozik ilyen magyar számokkal, nem tudom, hogy akkor épp a Gemini játszott, vagy nem tudom. Uh-huh. A magyar számok, azt mondja, ti még időnként, ha felléptek, azt mondja, mindig a Joe Cockert nyomtok, Blacksvedentiers, és játszátok ezeket a jó nótákat, azt mondja, van egy Afrika, azt mondja, ki tudtok menni? Azt mondja, ráncsd össze a zenekart, uh-huh. és gyertek be holnap vagy holnap után legkésőbb. Akkor egy teljesen új zenekart beverbúváltam. Uh-huh. Úgy mentünk ki, hogy tulajdonképpen a zenekar egy trió volt, aki a sportban játszott. És a Mogyorósi Lacika és a Jackie, a Siriusból, uh-huh. Valahol találkoztunk, Orszácki Jackie, hogy Charlie, menjünk fel, mert piszok jó muzsikának. És akkor szünetben hívtam a zongoristát, a Pubit, és mondtam neki, hogy te figyelj, de ki kell menni Afrikába. Azt mondja, ti 1000 nótát tudtok, én meg majd valahogy alkalmazkodom, meg biztos tudtok olyat is, amit én tudok. És bevittük az útleveleket, és ez volt a generál előtti zenekarom, amivel hazajöttünk, és akkor megcsináltam a Cini, az alatt Cini és a Cini. Cini és a Cini, igen. Táncó kezdve az egész műsort én hoztam, mert rengeteg lemezt hoztam Afrikából. Hol voltál Afrikában? Mert Afrika azért az nagy. Hát Afrikában két helyen voltunk. Egyszer voltunk Khartoumba, Szudánba, Gordon Musical, nagyon jól hangzik. Bizony. És voltunk egy hónapot Kinshasába, ahol a légiósok. És akkor innen mentünk, vagy fordítva, vagy valahogy így, innen mentünk Beirutba, és akkor Beirutból a mi útlevelünk tulajdonképpen már nem volt érvényes sehova. Uh-huh. Úgyhogy nem is kezelték le az útlevelünket, hátulról kivittek bennünket, és ez a Artin Bahadúrján nevű örmény impresszárja, aki a Közel-Kelet legnagyobb impresszárja, a angol balettól a francia különböző dolgokat vett meg, és hát kivittek a tengerparton a Semiramis Hotelba, másnap reggel be kellett menni hozzá, akkor már egy kicsit gagyogtam angolul, és adott előleget, és azt mondta, hogy lesz egy angol énekesnőnk, a Maureen Miller nevű, nagyon szeretett, aranyos hölgy volt, táncos nő volt, de felbomlott ott a tánckar, mm-hmm. és ő énekelni akart, és ugye bement az impresszárióhoz, és mondta, hogy hát akkor egy énekesnő van, 3 napunk, próbáljunk össze. Hát mondtam, hogy mi nekünk nem kell énekesnő, mert nekünk van énekes. Egyrészt gondjaink voltak régebben egy pár alkalommal, és azt mondta, hát azt mondta, Mr. Charlie, azt mondta, I told you, not the place where you go, ahova mentek, ott nem egy énekesnő kell, hanem 3. És ez volt Dubai. Aha. És onnan indult egy ilyen több mint, tehát a Afrikában együtt, ami volt 6 hónap, onnantól kezdve 2 év még. Uh-huh.
És bejártuk az egész Közel-Keletet, Middle East. Uh-huh. És a csajjal kijöttetek. Itt nagyon kijöttünk, és végig fönt volt a színpadon, és Carpenters-eket énekelt, ami csodálatos dolog volt. Nem dobolt, ugye, mint a Carpenters-ben a hőtjüket. Úgyhogy szép évek voltak, és hát még lehetett volna folytatni tovább, de akkor jött a beiruti háború. Uh-huh. És mert mindig úgy volt, hogy egy hónap egy helyen, vissza Beirutba, ott volt egy nap vagy kettő, és akkor tovább. Repülővel mentünk Sultan of Oman, Abu Dhabi, ez egész éria, ami most gyönyörű. Igen. Akkor Dubaiban egy hotel volt, a második a ambaszádor, azt most le is bontották, és a túloldalon a második évben nyitottuk az Intercontinentalt. Mert ugye két évig voltunk, és visszahívtak bennünket. Csodálatos évek voltak. Hát és ennek még nincsen vége, azért, mert te még voltál egy nagyobb turnén kint, de közben jött egy generál. Így, ahogy mondod, igen. És a generálban azért egy egészen más zenei világot képviseltél te, mint amit ugye az elődöd. Hát igen, én ugye volt ez a zenekar, ez az új olimpia, amivel hazajöttünk, és nagyon érdekes, nagyon jó zenészek jöttek, elájultak, mert egy teljesen más zenei világot hoztunk be. Akkor hoztam be, hát már ugye 70, mit tudom én, hát 70 körül funkit játszottunk, soul zenét játszottunk. Meghoztad a kongát. Az első kongát hoztam, ami első konga volt Magyarországon, hoztam a soul zenét, mindenféle, és hát ugye akkor meg a generálból megkerestek, mert a révész elment, ott állandóan gondok voltak, vagy mit tudom én, nem akarok személyeskedni, mert ugye én ezt nem ismerem szóval, csak úgy. Csak hallásból. Innen onnan mesélték, hát, hogy mi az volt, az és az hogy fele volt. Igaz, fele nem. De hát te tudod. És a másik oldalt is meg kell hallgatni hát, mindig. Persze, igen. És akkor kétszer-háromszor is kijöttek hozzám, és hát ezek a régi barátaim, Lajos, a Pubi, a Gyula, Dobos, ők sírtak, hogy ne menjünk el. Ja, és akkor ebben a zenekarban bent volt a Tátra, amikor hazajöttünk. Igen, így van. Az olimpiában. Benne volt, mert a Sziriuszból elloptam. És a Tátra itt is fűzte a generál, és akkor, hogy akkor 100 előadás Lengyelország, mit tudom, egy fél év múlva már le van kötve, és hát mondtam, hogy ne haragudjatok, de ebből a két lemezi generál anyag, én nem is ismertem őket, mert én uh-huh. akkor mentem ki, amikor ő kimitudoztak. Így van. Úgy egy-két embert ismertem, a zenekarból. Igen, nagy kiesés, hogyha az ember elmegy az országból, és visszajön, annyi minden történik közben igen, itt helyben. Igen, igen. És tulajdonképpen az történt, hogy ugye odaadták az anyagot, meg minden, és mondtam, hogy ekkora olyan volt, és szakállam, és teljes hippi voltam. És abból jött a zenegép. És teljes hippi voltam, és hát mondtam, hogy hát én a cipőm, a kilukad, meg ilyet, szóval ilyeneket nem tudok elni neked, meg felhők között, mit tudom, kék az ég, meg mit tudom én. És tudja, végig hallgatva a lemezt, azt hiszem négy dalt vettünk be ezek közül a szélkakast, a mindent, a négyet, persze már négy igen dalt vettünk be, és rettenetes próbák, és akkor megcsináltuk a Zenegép című albumot, ami karácsonykor 50 ezer elfogyott, majd az Erdős Peti azt mondta, hogy többet nem nyomunk ki. Hát ő volt a hanglemezgyár ura, meg az egész ez a könnyű zene életnek az ura. Tehát ő azt mondta valamire, hogy igen, az igen, valamire azt mondta, hogy nem, akkor te mehetél a Jóistenhez is, az akkor is nem maradt. Hát tudod, úgy visszagondolva Erdős Péterrel kétszer találkoztam, amikor ugye a Zenegép után akartunk csinálni egy másik anyagot, ami már kész a is volt. A piros biciklit, azt hiszem, ugye? Igen, igen.
annál több dal is volt, amit persze fel lehetett volna venni. A piros bicikli az úgy dőlt el, hogy bementünk a Matyival, és azt mondta, hogy kérem szépen, kellett csinálni ilyen gypsy diszkót. Gypsy, ez feltétlenül legyen rajta. Na ez volt az a másfél perces utolsó szám, ahol egy hegedűs behívta a piros biciklit. Szóval szégyen. A lényeg az, hogy akkor, amit mondott nekem, szóval ezek érdekes dolgok, mert erre pontosan visszaemlékszem, mert mindig bántották a erdőst, és engem úgy túlzottan nem érdekel, de azt mondta, hogy akkor, hogy hogy tudja Csálikám, én nem értek a zenéhez, azt mesélik, hogy maga nem nagyon tud énekelni. És lefagytam Matyira, egymásra néztünk, jó, hát nem tudok énekelni, kész vége. Majd 80-ban kimentem, és 10 évet kint muzsikáltam, ugye először Olimpia volt, Fogarasi Jancsi, igen, nagyon komoly zenészekkel, és utána Pannonia Express, ott csak barátok és mit tudom én mi. És azért jöttem egyszer, BMW-n volt ez a mindenkire, aranyzsiráf, vagy volt ilyen díjkiosztó, igen. Akármi, és épp itthon voltam repülővel, jöttem meglátogatni a kisgyereket, a fiamat, és 3 napig itt voltam, és nem tudom, hogy valamelyik zenész kollégám azt mondja, hogy gyere már föl, és ott iszunk egy italt, meg minden. Közel volt hozzám, mert akkor Lőrincsel laktam, vagy Kőbánya Lőrincs sarok, és fölmentem Erdős Péter. És hát megmondom őszintén, úgy mondom, hát én jobb, hogy ebben dolgokban ezekben nem vettem részt, tehát ez volt a véleményem, de úgy nem mondtam senkinek. Jöttem ki, ott volt valami emelet, és ők is ott ültek, a Péterék, tehát ez ilyen exkluzív akármi volt. Jövök ki, és jön a Péter, és azt mondja, jaj, de jó, hogy látod magát, Csáholikám. Azt meséljük, hogy maga nagyon jól énekel. Tudja mit, Csáholikám? Jöjjön be hozzám, csinálunk egy jó néger lemezt. Úgyhogy a Petinél az volt tulajdonképpen, hogy beletalált egyébként. Bele. Ügyes volt ő. Tulajdonképpen hát ez a mondata, hogy én nem értek a zenéhez, tehát a külső emberek irányítgatták. Persze. Meg hát akinél ő jól volt, vagy akinél be tudta játszani magát. Ilyen emberünk is volt. 10 év külföld, ugye van-e olyan ország, ahol nem voltál ez alatt a 10 év alatt? Én elkezdhetném sorolni, hogy amiről én tudok, hogy hol voltál, de inkább téged kérdezek, volt olyan ország, ahol el akartál menni, de nem jutottál el? Hát még Bangkokban is voltam, csak azt szeretném mondani. Volt egy lehetőségem, hogy Ausztráliába az olimpiai évébe kimegyek, csak leváltották a akkori konzult, mert ilyen csere volt, és építom, itt volt az Olszászki Jacky, Ausztráliába mentem volna ki, de nem úgy, mint a többi kollégám, hogy kimennek egy szál mikrofonhoz, vagy plébekkel, vagy nem plébekkel, hanem az Olszászki Jacky zenekarával mentem, tehát odaadtam az anyagot, ismertem az egész Ausztrál zenekart a Tinával együtt, és már le volt beszélve, hogy ugye játszunk egyszer a Magyar Házba, és a Sydneybe és az amerikai klubba, ahol a Jackyék játszottak, ahol én úgy lettem volna kérve, hogy featuring vagy Charlie. Aztán a Jacky bekonferált volna, hogy régi barátom, vagy akármi. Szóval én ezen arra akartam volna fellépni, és ez az egész dolog megsiklott, és ez érdekes módon a Bogyai is hívott engem, hogy menjek ki Ausztráliába, és aztán helyettem tehát le volt minden beszélve, és egyszer csak a Tátrai T-buszban kellettem, úgyhogy
Ausztráliában nem voltam. Egyedül ott nem volt, de hát nézd. De nagy, ha úgy a térképet végignézem, Japánban is voltam. Japánban is voltam. Igen. Hát van, mert az fantasztikus 10 év volt, és hát valami hihetetlen, mi az, amit te összeszedtél magadba, hogy hogyan is kell ezt a műfajt csinálni, és aztán jött a Tátrai Band, és a Tátrai Band, bár a Tibusz az kiment helyetted Ausztráliába, de a barátságot, az töretlen, abban semmi gond nem volt. És aztán utána a Tátrai Band után jöttek a szólólemezek, és akkor egy picikét változtattál a stílusodon. Ugye a jazz, a komolyabb jazz helyett a szórakoztatóbb, nem szívesen mondom, de ez jó szó talán ide, a szórakoztató tánczene, amit a Lerpistával és a többiekkel együtt csináltál, ami napjainkban is az igazi Charlie-t jelenti az embereknek. Ez egy nagy átváltás volt részedről, vagy pedig egy elfogadható kompromisszum? Hát ez is az is. A lényege talán annyi volt, hogy Rózsa Pisti, tudod, a Rózsa Pisti hit bennem, meg jó érzése volt, amikor is, hát, tudod, hogy Somló, Damien, mi nagyon jó haverság, úgyhogy kimentünk egymás koncertjére. És azt hiszem, hogy a Damien Ferének az egyik koncertjén vetődött fel, hogy hát tulajdonképpen a Feri is szólólemezt csinált. Tehát nem zenekar, hanem szóló anyag, és hát én nekem rengeteg begyűjtött olyan zenéim voltak. Tudnod kell, Laci, hogy nekem az összes értékem, mivel egy rendkívül DJ vagy, nekem az összes értékem hangszerekben volt és lemezekben. Nekem volt 5000 darab lemezem, amiből 2005-öt nem is hag, nem is. Főse bontottam. Elvitték, még mást is, de nem ez a lényeg. Ez alatt a hosszú idő alatt kialakultam. Tehát ez rengeteg dal. Ha nem énekeltem el 3000-et vagy 4000-et, és nem magyarul, ugye? Hanem angolul. És angolul, és kint meg kellett felelni. Ez hiányzik egyébként itt a... Sokan mondják, hogy vendéglátó. Vendéglátó nem volt soha. Az volt, hogy amikor lejöttem 15 percben, akkor odajöttek, hogy man, you have a good show. Mert ugyanúgy muzsikáltunk, mint hogyha a világ legjobb színpadát. Olyan lángolás volt, és minden, és rendkívül. A vendéglátózás szót egyébként sem nagyon szeretem. Ott lehet megtanulni mindent erről, hát a szakmáról. Hát a is ott tanult, hát mindenki, csak 8 órákat játszott. Hát nem az a vendéglátó, de külföldön ugye nem lehet vendéglátózni, mert tudnék mondani egy zenekart. Papok vannak. Tudnék mondani egy zenekart, aki világsztár itthon Magyarországon, 3 nap után hazaküldték. Nem mondom ki a nevét. Igen, hát szóval az egy egészen más világ. Charlie, egy nagyon nagy baj van, még annyi mindenről szeretnék veled beszélgetni, de az időnk elszaladt. Szeretlek, drága Lacikám, ez a legfontosabb. Én is téged, Charlie. És vigyázzunk egymásra. Pontosan, tartsunk ez ki. A mi dolgunk. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, Charlie. Köszönöm, hogy beszélgethettem veled. Önöknek pedig, kedves nézők, köszönöm a figyelmet, a viszontlátásra.